Két éve Herceg érkezett Áder János a Csíksomjói búcsúra Erdélybe. Felesége rendszeresen elkíséri az államfőt külföldi útjaira. Januártól ezért már napi díjat is kaphat. Nem csak ő, hanem gyermekeik is, ha az elnököt hivatalos útra kísérik el külföldre. Erről nyújtott be törvényjavaslatot Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezt elsőként a Blik szúrta ki. Egy állam ugyanis attól jogállam, hogy van annak törvényeit és alkotmányos rendelkezéseit mindenki betartja. Különösen fontos elvárás ez az államfővel szemben. Ezt az Alaptörvény negyedik módosításakor mondta Áder János, a mindenkori köztársasági elnök fizetése a közelmúltban emelkedett duplájára, csak nem 3 millió forintra családtagjai pedig több plusz juttatást is kaphatnak. Az államfő házastársát legfeljebb két fős titkárság, illetve gépkosi használat illeti meg, ha közéleti tevékenysége indokolja. A külföldi útjaira pedig házastársa és gyermekei is elkísérhetik állami pénzen, és még napi díjat is kaphatnak a kintartózkodás idejére. A DK ironikusan reagált a hírre. Lehet, hogy ezek a közpénz Káder János Arany, sokkal jobb helyen vannak, mint a magyar családoknál az oktatásban vagy az egészségügyben, tehát arra kérjük majd a parlamentet, hogy ezt terjessze Áder János házi állataira is. A javaslat kedvez a volt köztársasági elnököknek is. Ők az eddigi kettő helyett három füstitkáságot tarthatnak, fizeti az állam a külföldi hivatalos útjaikat, és szintén jogosultak lesznek napi díjra. Bevezetik az tartó özvegyi ellátást a volt államfők házastársának. Ez jövő évtől az elnök fizetésének 60%-a, miután az államfő fizetését a duplájára emelték, az özvegyi ellátás januártól havi 2 millió forint lesz. Gulyás Gergely közleményt adott ki, ebben azt írta, a törpe frakciók vezetői ma fél millió forinttal keresnek többet a köztársasági elnöknél, az elnök családtagjaira vonatkozó kérdéseinkre a miniszterelnökség nem válaszolt.